Balázsházis lányok rúgják a bört a Debreceni Labdarúgó Akadémián. A fiatalok mindnyájan az iskola sportgimnáziumi osztályának tanulói, a DEAC igazolt sportolói. A csapat életében az elmúlt hónapban két fontos esemény is történt. Ezüstérmet szereztek a Diák ennek köszönhetően pedig jövőre részt vehetnek az ISF futszál iskolai világbajnokságon. Filip Miklós a iskola vezetője, keden sajtótájékoztatón elmondta, ez az eredmény nem csak a középiskola, hanem a Debreceni Egyetem, Hajdú Vihar megye, sőt az egész ország számára jelentős, hiszen egyedüli magyarként vehet részt a csapata megmérettetésen mi életünkben nem volt ilyen. 153 éven vagyunk itt a Pallagi Fák alatt, ilyen nem fordult elő. Igaz, ilyen jellegű képzésünk is csak 10 éve van. Ha az viszonyítok, hogy 10 éve van ilyen jellegű képzésünk, ez egy óriási dolog, mert 10 éve alatt a világbajnokságra jutottunk. Úgyhogy egy nagyon fontos dolog. A VB-re kiutó gárdának több új tagja is lett, ezért a rendszeres heti három négyszeri edzés mellett a csapatkapitány fontosnak tartja az egység kialakítását is mind lelkileg, mind fizikailag, mindenhogy szeretnénk készülni. Már nagyon sokat beszéltünk erről, mondjuk akkor még nem volt biztos, hogy a kijutásunk, de így, hogy biztos, így, így egyre többet próbálunk beszélgetni erről, próbáljuk még jobban összekovácsolni, nem így a fizikailag együtt a dolgokat, hanem így lelkileg, hogy jóba legyünk, hogy ne legyen veszekedés, hogy együtt próbáljuk segíteni egymást. Hát várjuk meg, meg minden héten, ugye a saját csapatunk melletti edzések mellett be kell iktatnunk, majd tanárulal is egy edzést. A csapat edzője Bugyó Roland azt mondja, megtiszteltetés számukra, hogy részt vehetnek a VB-n, ahol szeretnének minél jobban szerepelni. Biztos, hogy nagyon erős mezőny lesz. Én, a, én annak óriási nagy fegyverténynek tartanám, ha a csoportból tovább tudnánk jutni. Ha meg esetleg még tovább, az meg már tényleg csak habatortán lesz. De úgy gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy, hogy méltóképpen képviseljük az országunkat, Magyarországot iskolánkat, az egyetemet, és ha ez meg fog történni, akkor én már boldog leszek. A világbajnokságot 2020. június 1-e és 8-a között rendezik a Franciaországi Lyonban.